Április 6-án indult az egységes kérelmek beadási időszaka, május 15-ig lehet szankciómentesen, vagyis a teljes összeget kérelmezni, utána már napi 1%-kal csökken a támogatás. Eddig viszonylag könnyű dolguk volt a gazdáknak, a falugazdászokkal közösen elkészítették a kérelmet, és a beadásban is segítséget nyújtott az Agrárgazdasági Kamara hálózata. Az idei év annyiban mindenképp különleges, hogy most csak a legszükségesebb esetekben lehet személyesen találkozni a falugazdászokkal. Továbbra is segítenek, de csak telefonon. Úgy tűnik, az új rendszer mégsem okozott fennakadást. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a falugazdások, mind a gazdálkodók gyorsan alkalmazkodtak a koronavírus járvány okozta szokatlan helyzethez, és a döntően telefonos ügyintézéssel lebonyolított beadások zökkenőmentesen zajlottak. A gazdálkodók nagyon együttműködőek és segítőkészek voltak. Összesen 3218 kérelem beadásában segítkeztek a tolnamegyei falugazdászok. Ebből a 3218 kérelemből 3190 darabot telefonos eljárással rögzítettek a falugazdászok az online kérelembeadó felületen. Személyes ügyintézéssel járó kérelem beadására eddig összesen 28 alkalommal került sor. Nagyon fontos megjegyezni, hogy személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Ez abban az esetben szokott előfordulni, ha bonyolult a beadandó kérelem, vagy technikailag máshogy nem lehet megoldani az elkészítését, beadását. Személyes ügyfélfogadás akkor kerül sor, hogyha a falugazdász kolléga már ismeri annyira a gazdálkodót, hogy neki egy komplikáltabb kérelme lesz, vagy egy nagyobb gazdálkodóról beszélünk mondjuk, illetve abban az esetben is előfordulhat, amikor telefonos egyeztetés alapján nem tudják beadni a kérelmet. Mondjuk ez inkább a ritkább eset, amikor ez nem valósul meg. Tehát valóban a nagyobb gazdálkodóknál, komplikáltabb táblarajzoknál fordulhat elő. Ebben az esetben is a teljes biztonságra törekednek. A kamara számos biztonsági szabályt vezetett be, illetve a falugazdászirodákat a szigorú ügyfélfogadási előírásokhoz igazodva alakította át, egyúttal ugye biztosítva az alkalmanként ügyfélfogadáshoz a megfelelő minőségű és mennyiségű higiéniai feltételeket és fizikai védőeszközöket mind az ügyfelek, mind pedig falugazdászaink számára is. Az előző évek adatai alapján május 15-éig összesen a megyénkben hozzávetőleg egy 4000 kérelem beadása várható, azaz a hátra lévő napokban körülbelül 800 kérelem benyújtására lehet még számítani. A falugazdászok folyamatosan dolgoznak, ők is keresik az ügyfeleket, és őket is lehet hívni. Időpont egyeztetésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara központi ügyfélszolgálatán van lehetőség. A járvány terjedésének lassulásával az élet ugyan néhány területen kezd visszaállni a normális kerékvágásba, de a kamaránál jelen pillanatban nincs szó arról, hogy lazítanának a bevezetett óvintézkedéseken, ezért nem érdemes várni. Az eddig évek alapján ugye az a tapasztalat, hogy az utolsó hetekben mindig egy nagyobb roham van a kérelmek beadását tekintve, de azt gondolom, hogy a kollégák felkészültek erre a helyzetre, és egyébként szépen haladunk, időarányosan is jól teljesítenek, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz probléma a határidő betartásával. A kamara egyébként méri ügyfelei elégedettségét, ez alapján bevált a veszélyhelyzetre kialakított rendszer. A kamara készített nemrég egy felmérést azon tagjaink körében, akiknek már telefonos ügyintézés keretében beadtuk a kérelmeit. A megkérdezett tagjaink több mint 80%-a kényelmesebbnek tartotta a telefonos ügyintézést a felmérés alapján. Minden második ügyfelünk jövőre is szívesen adná be telefonos segítséggel a kérelmét. Ráadásul kétharmaduk más ügyeit is szívesen intézné inkább telefonon. Azt gondolom, hogy ez alapján büszkék lehetünk arra, hogy nem csak, hogy teljesítjük a feladatot ebben a rendkívüli helyzetben, és beadjuk a kérelmeket, hanem még csak kényelmetlenséget sem okozunk vele a tagjaink számára. Így talán az sem elképzelhetetlen, hogy bizonyos ügyekben a vírus után is megmarad a telefonos ügyintézés lehetősége, de a megyei igazgató kategorikusan kijelentette, hogy erről egyelőre nincs szó. Most a legfontosabb, hogy a május 15-éig hátralevő időszakban valamennyi egység
egységes kérelem beadása megtörténjen.